Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Jó reggel! Hello, sziasztok. Juli! A 8 éves fiam ugyanígy reagálta, hogy te. Na kösz, ez nem tudom, hogy jót jelent, vagy rosszat. Megmutattam neki a trélert, és egész egyszerűen könyvbe lábott a szeme, illetve azt mondta, hogy olyan izgatott vagyok, és elkezdte a fütyét. Fél hatkor ültem így az ágyam mellett a másik szobában, mert a család aludt, folytak a könnyeim, és fogtam a fütyimet. Annyira izgatott lettem hirtelen én is egyébként. Én is várom a filmet, de ennyire azért. Ő látta egyébként a Birodalom visszavág csillagok most, háborúja? Igen? Most kezd rákattani. Most kezd rákattani. Pontosabban egy fél éve tart el ez a Star Wars mánia, és most a születésnapjára kapott Darth Vader maszkot. Édesem. És fölveszi, és akkor vonul. Úgy néz ki, az űrbolygó. Ja, és annyira helyesek voltak, múltkor arra mentem le, hogy a Lidi így húzta a Milánt, hogy na de ha van Jedi erőd, akkor csak egy kicsit mutasd meg, hogy hogyan tudsz folytogatni. Nem mutathatom meg, mert a testvérem vagy. De csak egy picit mutasd meg. A családtagjaim vagytok, nem mutathatom rajtatok meg a szupererőmet, hát nem bánthatlak titeket. Na, hát és ez akkor, az. És akkor állt egy kicsit ott a Darth Vader maszkból, meg a lepelben, meg a mindenben, és akkor Lidi lerakta elé a szennyesfödröt, és azt mondta, hogy addig innen nem mozdulok, amíg meg nem mozdítod. És akkor így ültünk így 2,5 percen keresztül, Lidi elunta, és amikor elfordult, akkor a Milán belerugott a szennyesfödörbe, az elborult, és akkor így elvonult. Hogy tessék. Lidi még visszanézett, hogy úristen, tényleg. Tényleg? Helyes. De, hát itt tudja pontosan, hogy nincsen Jedi erő. De most hát a filmet látta már? Vagy a filmeket? Látta. Pont 2 perce kérdeztem el. Igen, látta. Adok egy kortyot a kávémból. Köszi. De miért filmet? Látta már. Igazából ugye az van az okoz zavar, hogy... Így áll egy kortyot. Nincs baj. Hogy egyrészt hogyan jön egymás után. Mondjad? Tehát azt nem érti, hogy melyik rész hogyan jön egymás után, mert hogy az a George Lucas se érti. A régebbi részek az újjak, tehát hogy igen. Hogy jönnek egymás után kronológiai sorrendben, azt hát úgy mutasd meg neki 1-2-3-4-5-6, mert elvileg így jön, csak a 4-5-6 az nekünk, a mi generációnak nagyobb élmény, az 1-2-3-at én gyűlölöm. Kivéve a 3-at, amikor már megtudjuk, hogy Darth Vader miért Darth Vader, az 1-2 Jar Jar, ami együtt ez szörnyű. Ugye azt rólják föl az új részek kapcsán, hogy rendkívül steril. Tehát igen, hát ez a koszosság, szépen világított mindenki nagy palástban. Tele effektekkel, számítógéppel. Gyönyörű, szép, és ehhez képest az újak, illetve a régiek, azok meg egy ilyen sokkal életszagúbb, koszos, büdös, szaga van, hangulata. Na ezért jó, hogy a J.J. Abrams rendezi, mert ő pont azt mondta, hogy ezt a világot fogja visszahozni, megépített egy csomó díszletet, kevesebb számítógép van benne, nyilván kell, tehát egyet nem lehet megcsinálni nélkül, de hogy ez a világ köszön vissza. Tehát a Birodalom visszavág és a Jedi visszatér világa. De ez a trailerből is látszik. Abszolút. Na, mit használ nekünk, Julim? Többféle dolgot megint csak. Na. Egyrészt nagy harcban vagyok, és már az első olyan éjszaka volt, amikor már egészen a haladás, a fejlődés jeleit féltem felfedezni, készülök kiszokni Milán ágya gőjégéből. Most hány éves ő most? 8 éves. Igen, és most tudom, hogy itt most nyilván meglódulnak majd az SMS-ek, és a Feri elkezd sóhajtozni. Igen, én eddig úgy aludt el a Milán, hogy én ott voltam, és egyébként teszem hozzá, hogy van a Lidi, aki meg simán elalszik egyedül, úgyhogy ez szerintem gyerekfüggő, és úgy éreztem, hogy a Milánnak erre szüksége egy van. Szobában alszanak, egy szobában alszanak? Úgyhogy akárki akármit mond, nem akarok anyám asszony katonáját, meg Debbie-t, meg akárkit nevelni a gyerekemből, de egész egyszerűen eddig éreztem azt, hogy a gyereknek szüksége van arra, hogy ott legyek az ágy végében, mert abban a pillanatban, hogy kiléptem, a gyerek sírt, nyüszögött, és azt mondta, hogy fél, hogy jönnek, megjelennek a háta mögött, szorongott, hogy rémálmai lesznek. És te már vissza is rohantál. És én már rohantam is vissza. Hát mit jelent, hogy az altatásnál elmondtad a mesét, leoltottad a lámpát, vagy ott ültél? Nem oltottam le, és ott ültél végig, vagy kimentél, de amikor hívott, visszamentél, ott voltál, leültél az ágya szélére? Igen. És megvártad mindig, amíg elalszik? Hogyne, sőt, egy csomószor én is elaludtam. Tehát egész egyszerűen hátradőltem az ágyban, és elaludtam. Ez egyrészt ugye nem tesz túl jót a házasságnak, a házas életnek, mert rendszeresen bealudtam a gyerekek ágya végében, ami jól meg lent ült és malmozott. És iszonyatosan várt bekészítve mindennel. Most Gyurikája, ez is mindig hallott, hogy iszonyatos orkoz. Hát ez kétségtelenül egy elég vacak dolog, hogy a Miró ugye viszonylag sokat dolgozik, ritkán van otthon, és amikor otthon van, akkor is azt hallja, hogy az asszony fent szuszog. Úgyhogy így aztán kénytelen voltam. Miért baj ez? Vagy miért érzed azt, hogy baj?
Vagy miért? Nekem eddig ez nem. Nem volt baj. Nem, eddig nem neked volt a gyerek baj. Csak meg most baj. Azt gondoltam, hogy most már 8 éves, elég nagy fiú, úgyhogy akkor ezt most ugorjuk meg. Engedi, hogy ki menjél? Tehát azt mondta, tudomásul nem, harcan belőle? Nagyon nagy, és 3 napja megy a hiszti, és a gyerek konkrétan álomba sírja. És te még mindig 8 évesen is azt csinálod, hogy ott maradsz bent, azért mert a gyereket hisztizik 3 napja, ezért inkább benn maradsz minden este? Most már kijössz? Igazából úgy csináljuk, mint a kis hercegben, csak visszafelé, tehát egyre messzebb megyek az ágytól. Aha. És akkor álomba sírja magát? És nem, és az úgy látszik, hogy most már vagy nagyon kimerült, most már a 3. napra, mert hogy tegnap este kimentem a szobából, leültem a lépcsőre, és akkor ott úgy tudta, hogy úgy ott vagyok nagyjából, de így el is aludt. Miért most? Tehát miért döntöttél úgy, hogy 8 éves? Azért? Nem, elég? Nem arról van szó, hogy elfújta a gyertyákat, és akkor ezt megünnepeljük azzal, hogy ezt befejezzük, de most érzem azt, hogy most már ciki, és persze erre lehet azt mondani, hogy már 3 évesen ciki, meg már 2 évesen ciki, de eddig éreztem azt, hogy nem. Szerintem 8 évesen nem ciki, hanem nem hasznos, sőt, szerintem káros 8 évesen, hogy egy 8 éves fiú gyermeket csak úgy tud elaludni, mert van egy képzelt álomvilág, amiben jönnek a háta mögött. Gyerekek, hát ez nem egy egészséges. Nem, de Juli, hogyha a gyerek a sötétben, sőt, nem is sötétben, hanem a világosban, mert a lámpát se engedi lekapcsolni, azt gondolja, hogy az ő saját szobájában, ahol biztonságban kéne éljen, ott azt gondolja, hogy emberek jönnek a háta mögé, és ezért nem bír elaludni, ott szerintem marra nagy gáz van. Mielőtt ide költöztetek, nagyon más, hogy látom, nem, mielőtt ide költöztetek, mekkora lakásban laktatok? Egy légtér volt? Egy légtérben voltatok mindannyian? Akkor is volt, nem. Akkor is volt külön szoba? Mert azt akartam mondani, és picit így megvédve Julit, hogy azért nagyon sokan vannak olyanok, például mi is hosszú éveken keresztül laktunk úgy kényszerűségből, hogy egy légtérben voltunk, és egyszerűen nem tudtuk másképp megoldani, mint hogy együtt. Az egy kényszerhelyzet, az más, az egy kényszerhelyzet, persze. Aztán, amikor saját szobája lett a virágnak, akkor nyilván ez a dolog megszűnt, de hát ezek szerint akkor neki volt már külön szobája. Miért feküdtél oda? Azért, mert azt érezted, hogy neki erre szüksége van, itt ez megnyugtatta? Mert kérte. Nem a saját nyugalmad érdekében? Nem. Egész egyszerűen arról van szó, hogy amióta a Milán megszületett, ő neki az alvás egy mindig egy ilyen nagyon neuralgikus pont volt. Nagyon nehezen aludt el, ha elaludt, akkor rengetegszer fölébredt. Nagyon nyugtalan volt, egyrészt az ember egy idő után kimerül, és az a probléma ezzel az egésszel, amit mondasz, hogy Feri, ennyi a fenébe. Igyekszem a fenébe menni. Ez a beszédje, nem ütök rá pultra, mert megint elindul valami. A fiam az nem egy anyámasszony katonája napközben, aki a szoknyában ül. Van valami baj. Igen, persze, van valami baj, amit nyilván, hogyha elvinni... Amit te elvinni, nem kezeltél, de az a kezelted, hogy ott alszol mellette, ott alszol el, és ott vagy. Nem az a hiba, hogy néha nem vagy ott a gyerekkel, vagy hogy nem úgy alszik el a gyerek, hogy te mesét mondasz neki, hanem hogy ő képtelen másképp elaludni, érted? Tehát, hogy valami van mögötte, nem ezzel van baj, hogy te ott vagy esténként, hanem az, hogy ezt így kezeled, érted? Figyelj. Tehát, hogy valami más van a dologban. Úgyhogy ezt mondom, mert tök elegem van ezekből az okoskodó emberekből, akik egyébként... Helyes. De tényleg azért, mert van a nőnek egy ösztöne, azt érzi, hogy valamit valahogyan kellene csinálni, és akkor jönnek balról, jobbról az információk, hogy már pedig a gyereked akkor, és akkor majd 20 évesen elkezd majd bepisilni éjszakánként, hogyha így csinálsz, meg úgy csinálsz, és csak csapkodsz ide-oda, és azt se tudod, hogy mit csinálsz, és elbizonytalanodsz, ahelyett, hogy arra figyelnéd, hogy neked mit diktálnak. Akkor mondom a megoldást, jó gyerekek? Köszönöm. Hallgattam ezt, hogy megfogom. Én azért ezért is maradtam csendben, mert éreztem, hogy teljesen felesleges a folyamra most ebben a sztorban. Hallgatom egy ideje, hallgatom, most akkor jövök, bocsánat, jó? Egy lábjegyzet, hogy egy szobában alszik a Lidi és a Milán. A Lidinek megy az egyedül elalvás, a Milánnak nem. Honnan tudod, hogy megy a Lidinek, hiszen mindig ott vagy velük? Azért, mert azóta, amióta azt mondtam, hogy figyelj ide, akkor most akkor leszokunk erről, hogy együtt alszunk, és a Milán hisztizik, a Lidi fogja a kis párnáját, átmegy a másik szobába, és elalszik. Így, tehát a Lidinek nem kell. Oké, de ez nem bizonyíték arra, hogy a Milánnal meg semmi baj nincs. Nem, azt mondom, hogy a két gyerek totál más. Igen, de ezt nem is mondtam. Eltérő módon kell kezelni. Igen, és azt gondolom, hogy neki erre eddig szüksége volt, és most már azt mondom, hogy most el kell kezdenünk ebből kilépni. Aha. Én nem a magam megnyugtatása érdekében, hát ha megjelenik a háta mögött mégis valaki, nem azért ülök oda az ágyra. Gondoltam, hogy nem azt erre dolgozol rá. Azt szeretném, hogy egy kiegyensúlyozott gyerek legyen, és eddig azt gondoltam, hogy ezzel én neki segítek, hogyha ott ülök az ágy végében, mert akkor ő nyugalomban és biztonságban érzi magát. De az, hogy a lányod egyébként, aki fiatalban, az nem igényli ezt, ez még nem mentesít attól, hogy 8 éves koráig a fiad mellett ott kell kucorognod este.
Jó, és akkor mi a megoldás? Elviszem egy pszichológushoz. A megoldás? Azt mondja, hogy... Balázs, kérlek, mondd meg, mit csinálja? Mindig, minden esetben én vagyok a megoldás. Gyere, hát a gondolat. Balázs szívesen átmegy hozzátok minden este, és odafekszik a gyerek. Figyelj, Júli, azért értem meg ezt tökre egyébként, mert nálunk a Benny is ilyen. És szerintem a Noel tök más lesz, ezt már most látjuk rajta. Benny egy 6 éves kisfiú, baromi érzékeny, iszonyatosan szenzitív, iszonyatosan nyitva van mindenre, lát, hall dolgokat. Én ezt nagyon szeretem benne, ez nagyon sok hátránya van ennek, de nagyon sok előnye is. Ez később majd kifejeződik abban, hogy kreatív lesz, szeret fogja a zenét, stb. Stb. Egy törékeny, érzékeny kisfiú. De szerintem ezzel nincs baj. Nagy baj azzal van, hogy annyi mindent mondanak az emberek, hogy elfelejti a gyermeknevelésben a legfontosabbat. Szerintem a gyermeknevelésben a legfontosabb az az, hogy ne a könyvekre, ne az anyádra, ne a barátaidra, ne a Ferire, ne rám, ne a Janira, ne a szomszédra hallgass, hanem arra, amit neked a belső ösztönöd sűk. És szerintem a modern gyereknevelésből ez tűnt el leginkább. Könyvek határozzák meg, pszichológusok határozzák meg, szakirodalom határozza meg, hogy mi a jó a gyereknek. És a legfontosabbat felejtjük el egyébként, hogy mi belül, és te, mint anya, még jobban, mint egy férfi egyébként, pontosan tudod, hogy mi a jó a gyereknek. És a gyerek azt érzi, hogy te szüksége van arra, akkor nincs azzal baj, ha a gyerek 8 évesen úgy alszik el. A gyerek nem attól lesz kemény, hogy te 5 évesen megmutatod neki, hogy mi az a regula, rádoltam a lámpát, becsukom az ajtót, birkózz meg a félelmeiddel. Nem. Nem biztos, mert hogy lehet, hogy ettől neurotikus lesz, lehet, hogy ettől szorongani fog, lehet, hogy egy csomó minden sokkal jobban oldódik benne, ha te igenis odafekszel mellé. Ettől a gyereked nem lesz debil, nem lesz rossz, nem ferdül. Van egy bizonyos kor, ami fölött érdemes kiszállni az ágyából, nem gondolom azt, hogy 14-15 éves gyerekekkel egészséges együtt aludni. De ha te gyereked nyitott, és neked volt egy belső anyai érzésed, hogy neked akkor jó, és a gyerekednek attól jó, és te erre az ösztönre mersz hallgatni, akkor ezt nem csinálod rosszul. Ha az ösztön azt mondja, hogy most már elég, mert azt érzem, hogy van akkor, hogy el tud aludni egyedül, akkor szállj ki az ágyából. Csak az a De ez az ostorozás, hogy ezt mondja a könyv, azt mondja a szakirodalom minden, és akkor én mit csinálok rosszul, csináld azt, amit a belső hangsúly, mert egy anyának szerintem nincs annál fontosabb, mint hogy azt tegye, amit neki az ösztöne súg. És ha azt súgja, hogy éjszaka vedd föl a gyereket 5-ször, mert azt kell neki, vedd föl, nem fogod elrontani. Csak nem oldottad föl a problémát, gyerek. De lehet, nem az de lehet, hogy föloldottad. Hát azzal nem oldotta föl, hogy kijön és azt mondja, hogy nincs baj, és aludj egyedül. De lehet, hogy nekem nem az ott alvással van bajom, meg a nem ott nincs alvással, ezt gyerek. Értsétek már meg. Azzal van baj, hogy van egy probléma, amit nem megoldott. Miért gondoljuk? Okay, tehát akkor, de akkor mi a megoldás? Fogjam meg a 8 éves gyereket, és vigyem el mondjuk pszichológushoz. Egy 8 éves gyereknek is van annyi sütnivalója már, hogy érzi, hogy valami miatt mi itt vagyunk, valami probléma de van Júli, velem. Miért gondoljuk azt, hogy egyébként ez probléma? Azért, mert a mi szüleink úgy szocializáltak bennünket, hogy poroszosan rácsukjuk az ajtót, birkozz meg a félelmeid, de minket így neveltek, itt teljesen másfajta nevelési típus volt, 20-25 éves, idézőjesen felnőtt emberek neveltek egyébként gyereket. Gyerek nevel gyereket. A mi generációnk ilyen 20-25 évesen szültek. Mi történt? Rengeteg neurotikus, rengeteg szorongó, rengeteg antidepresszáns szedő, mániás ember rohangál a mi generációnkban, akinek semmiféle gyerekkori félelmét egyébként nem oldották fel, és azt mondták, 4 éves vagy, egyedül alszol, rádoltam a lámpát, old meg, nem vagy már gyerek. Nem beszélek végletekben, és jobb lett a mi generációnk? Nem lett jobb. Rettenetesen szorongó, brutálisan neurotikus, hihetetlenül bipoláris generáció ez, akik nem tudnak megbirkózni a saját neurotikusságával. Ez a mi generációnk. Ha te máshogy neveled a gyereket, és azt mondod, hogy nem folytatod a példát, 8 évesen neked erre szükség van, miért lenne baj? 8 éves gyerek, mutass nekem egy emlőst egyébként, aki szülés után azonnal átteszi egy másik szobába, eltolja magától a kicsinyét, nem gondozza, nem tartja ott maga mellett. Az állatvilág is azt mutatja, hogy az anya mellett ott vannak a kicsik, amíg lábra ne állnak. Mit mondanak a szakkönyvek? Ne menj be hozzá, hagyj sírni, majd 6 hónaposan már végig alussza az éjszakát, 20 percig sír, megszokja. A gyerek olyan érzelmi törés szenved el, hogy ezt nem is gondoljuk. És kicsit hülyén néznek azon anyákra, akik egyébként fölveszik a gyereket egy éjszaka 4-szer, mert a belső ösztönük ezt súgja. Nem csinál semmit rosszul, mert nem tudsz rosszul csinálni semmit szerintem. Ne, ez nem kóros. Feri, ez nem kóros. Nálatok alszanak kezdettől fogva a gyerekek. De nincs, ne, tök más gyerekek, lehet, hogy teljes, de azt értsétek meg, hogy én nem értem meg, nincs egyetemes igazság. Hogy akkor most ez rossz, és te rossz anya vagy, és a gyereket egy selejt, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, szerintem nem jó, hogy egy 8 éves fiúgyerek nem ki mondja, hogy nem jó? De oké, mitől nem jó? De mitől nem jó? Mire alapozod? Hogy szerintem 8 évesen már kell lenni egy olyan önállóságnak egy gyerekben, hogy azt mondja neki az anyja, hogy kicsim, nincs semmi baj, itt vagyok a másik szobában, hallom, hogyha valaki jön a hátad meg,
mögött, és azonnal itt vagyok, nem alszunk apával együtt, és figyelünk, te aludjál nyugodtan, kicsim, hát... akkor szerintem egy 8 éves gyereknek ez már úgy... De ha 8 éves gyerek, de ezek egy 40 éves embernek a racionális érvei meg gondolatmenet, és nem pedig egy 8 éves gyereké. 45 éves. Behozok neked ide egy siklót, és sikítva kiszaladsz. Ez így igaz. Igen, viszont nem fekszem már az anyám mellé. Jó, nem is kérlek rá. Ettől, hogy egy sikló van a szobában. Na de a totál irracionális dolgoktól tudunk félni, és egy 8 éves gyereknek miért kell, vagy miért nem tudom megmagyarázni azt, hogy az ágya mögött nem fog senki sem megjelenni. Júli, nem kell. Tök jól van az, hogy a gyerekek félnek, ő valószínű nyitottabb, valószínű nyitva van még egy csomó mindene, érzékenyebb. Tehát az anyai közösség, azért nincs recept. Jó, most a Ferinek azt mondja, hogy nyitva van a korona csakrája, akkor megőrül. Azért rajzolja a fűt egyébként pirosnak, mert pirosnak látja, akkor aztán végképp Feri fölmászik itt a falra. Tehát ez nem baj. Az, hogy, az, hogy ő... A kocsma is nyitva van, nézek most már így fél tíz. Nincs baj. Van, amelyik gyerek 5 évesen megfogja kézzel a darazsat, én egy darazsat látok, elrohanok. Tehát hogy nincs baj. Csináld azt, amit az ösztönös rúg, ettől nem kóros. Ha majd 12 évesen nem tud elaludni, vidd el. De hogy egyből megbégezzük, hogy beteg, egyből rányomjuk, hogy nem normális. Hogy... Szóval hogy én ezt nagyon, nagyon máshogy látom. Miért feltételezzük, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez baj lenne? De 12 évesen már az már egy másik végleg. 12 évesen nem majd. Figyelj, 7-8 éves, hát kicsi még. Szóval ezzel nem ettől lesz kemény, hogy belekényszeríted és beledugod a fejét. Már pedig aludj egyedül. Mi van, ha sokkal neurotikusabb, sokkal szorongóbb felnőttet nevelsz belőle, aki majd nem tudom mit csinál, és totális pszichózisa lesz, mert az apja azt mondta, hogy 8 éves, hogy aludj egyedül. Nem mondta senki, hogy a Júli jöjjön ki, csapja rá az ajtót, és azt mondja, már pedig te egyedül alsz, a bűnös vagy. Meg kell oldani. Van mögötte valami, én azt mondom, és én azt mondom, hogy a megoldás az nem biztos, hogy az, hogy együtt alszanak, érted? Nem alszik együtt, megvárja, még elalszik. Mi a Beninél az van, hogy vagy a Viki, vagy én ülök a lépcsőn. Ez egy baromi kimerítő dolog. Nekünk a Beni úgy alszik el, és én ezt tökre vállalom, hogy ő elalszik, kijövünk, égve adjuk a lámpát, de azt várja, hogy én ott üljek a lépcsőn, és ő nekem néha kiszól. Apuci, szeretlek. Visszaszólok, én is nagyon szeretlek. Apuci, képzeld, eszembe jutott, ne gondolkozzál, aludjál. Pisilnem, gyereki, pisilje. Felváltva, 10-ig, 11-ig ülünk a lépcsőn, de hogy nem félek attól, hogy ez kóros, ha a gyereknek arra van szüksége, hogy hallja a hangomat, akkor én ülök neki ott a lépcsőn, mert erről szól a szülői lét. Én nem gondolnám, hogy a Beni ettől beteg lenne, ő egy érzékenyebb kisfiú, ülök majd ott a lépcsőn, sajnálom, hogy nekem nem ültek a lépcsőn. Érted? Tehát, hogy ne ostorozd magad nekünk szerintem. Nekünk lépcsőnk se volt. Nekem az a gondom, hogy egyébként ezek a dolgok annyira el tudják bizonytalanítani az anyákat. A Milán az mondta nekem rögtön, hogy neki ott van az osztálytársa, a Lukács, akkor ott van a barátja, Miso, hogy azokkal is együtt alszik, az anyuka meg ott van és simogatja a kezét, míg el nem alszik. Tehát ez nem egyedi eset, csak éppen a szülők valószínűleg erről nem beszélnek, mert hogy szégyellik, mert hogy az egyébként az akadémiai elvárás, hogy egy 8 éves gyerek soha már aludjon egyedül, sőt már a játszótéren is megkérdezik, hogy alszik már? Hát nem alussz át az éjszakát. Te beveszed magadhoz. Hát igen, beveszem magamhoz. Hát azzal nagyon nagy bajt csinálsz, ugye tudod, és tudod, jönnek így ezek az infúziósok jogról, balról, mert hogy ő ezt csinálta, és egyébként az ő gyerekét hagyta kisírni, vagy sírni, én meg nem hagytam, hogyha túl sokáig hagyom sírni, akkor azért vagyok szaranya, hogyha meveszem magam mellé, akkor azért vagyok Júli, szaranya. Tehát ezek egy gyerek jól után csinálni. Ezen már túl kéne lenne, nem szabad erre hagyatkozni. A játszótére se gonosz, rossz indulatú, nagyon elhízott, nagyon csúnya anyukákra nem sokszor, nem feltétlenül, de akik egyébként azért gonosznak, nem szabad. Tehát hallgass az ösztönöd, és csináld azt, meg amit jónak igazából gondolsz. Az ő érvelésükkel azt akarják bebizonyítani, hogy ők mennyire nagyon jó anyák. Nem arról szól a történet, hogy te vagy rossz anya, hanem hogy ők mennyire jók, és mennyire tisztel, és mennyire jól látják, és ők mennyire jól nevelik a gyereküket, holott valószínűleg pont az ellenkező igaz, ezért próbálják bebizonyítani. Igen, abban tudsz neki segíteni például. Itt van az élő példa egyébként a Feriék egyébként, tehát hogy ők... Ahogy ne csak én fogjak, akkor adok ízét is, jó tanácsot, és pálinkás kenyét. Igen, nem, abban segíts neki, Júli, hogy milyen tartalmakat... Fejfájás lett már. Hogy milyen tartalmakat nézzen. Tehát, hogyha például ennyire érzékeny, ennyire szenzitív, nem biztos, hogy engednék egy Star Wars neki, nem biztos, hogy hagynám, hogy ilyen tartalmakat nézzen. Tehát mi a Beninél rájöttünk, hogy ő megnézett egy Óza csodák csodája, és a gyerek 2 hétig úgy szorongott, hogy mi brutálisan lefelé nyomjuk direkt a meséket, mert tudom, hogy egyszerűen megviseli. Tehát abban tudsz neki segíteni, hogy megszűröd azt a tartalmat, amit adsz neki, mert ha ennyire érzékeny, nem tud még egy Star Wars se hova tenni, és hiába nem fél nappal, az este brutálisan előjön, ezeket tehát inkább ezeket kezd el szűrni. Délelőtre ne. Dolgokat. Megjegyzi, az este előjön, ne enged, hogy ilyen tartalmat nézzen, mert megterheli. Ha ilyen érzékeny, akkor nem azt mondom, hogy bogyó és babócát, de nézzen olyanokat, amin nem fél és nem szorong. Tehát nekem a Benni egy hős-hatoson annyit szorongott, hogy rájöttem, hogy egyszerűen tudatosan kell lefelé nyomni, és nem szabad engedni, mert megterheli. Ebben tudsz neki segíteni, nem abban, hogy nem ülsz a... Most még nem.
ősz vagy nem ősz az ágyban. Jövőre már jöhet a sziklák szeme, de hogy most igen, és a zombi apokalipszis 4. Tehát, de ne ostorozz emiatt magad, a szüksége van rá, üljj ott szerintem. Tényleg. Meg ez a probléma, tehát hogy a problémának miért ásnak, akkor azért éreznénk, hogy nem feltétlenül az ott a probléma, hogy az ágy mögött van valami, mert lehet, hogy a gyerek csak így vetít ki egyéb problémákat, például azt, hogy az édesapja egész héten nincsen otthon, csak a hétvégén, és hogy gyakorlatilag azt szokták meg, hogy van egy apukájuk, meg van egy anyukájuk, de ők leginkább csak az anyukájukkal vannak együtt, és lehet, hogy hiányzik meg a gyereknek a faterja. De hát ez is kényszerűség. Ez is lehet. Na, ez egy érdekes téma. Szerintem a Ferének is sok mindenben igaza van. Ez attól függ, hogy az ember milyen gyermeknevelési módszert válasz, vagy őt hogy nevelték, hogy szocializálták, miben hisz. Nincs egyetemes igazság. Szerintem gyerekek vannak, és ahány gyerek, annyiféle módszer, mert két gyerek se egyforma. Tehát, hogy tök érzékeny, tök más. De megoldani meg kell a Juliéknál, vagy aludgasson továbbra is együtt. Már egészen messzire eltávolodtam az ágytól. Úgyhogy nekem ez haladás. De jó téma, érdekes, mi is küzdünk ezzel, de nem érzi az ember ezt még gáznak. Később már igen. Jó, már Juli, ne ostorozz magad, ezt tudom mondani. Az ember szülőként nem tud nagyon hibázni, mert ha most úgy értem, hogy agyba főbe verett hülye vagy kínzod, igen, de ha azt csinál, amit az ösztönöd súg, akkor ott azért olyan nagy hibázási lehetőség szerintem nincs. Játszótérre meg ne járjál, mert sok a gonosz szülő. Puszi, Juli. Ciao. Hello. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.